sziasztok! Ebben a videóban meg fogjuk csinálni a heti frissítést. Nyárközép ünnepi Orvikon. Igen, ez a neve. Jöjjön. Hát, meg. Jó. Szaftív. Ja? Na. Fogadd el, ha szeretnél Steve-nek segíteni az ünnepség előkészületében. Segítek! Hosszú rudak. Vidd a rudakat a pajta mögül az Evervine mezőre, az ünnep helyszínére, Marley kifutójától északra, szólj Steve-nek, ha befejezted. Gyere! Nyerj el! Szedj sok levelet a nyírfákról, és vidd el őket az ünnep helyszínére. Na, mehetünk! Te meg így nagyban olvasgatsz! Jó! Készen vannak, itt az így fel van szedve. És én most gyűjtöm a leveleket továbbra is. Mert hogy én mindent gyűjtöttem össze. Anettka már összegyűjtöttem őket. Én meg még nem. Jó. Már felszedtem? Igen, ott már felszedtem. Azért mentem el. Csak jött nekem egy üzenet. Nekem is. Jó. Megyünk a helyszínre. Minden megvan, szóval már csak oda kell menni. Nos, akkor ide mit kell tennem? Oh, akkor ide letettem a fágakat. Nekem itt már fel van állítva. Nekem már itt vannak az asztalok is. Virágok, 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 virágok. Igen, is megcsinálom. Szedj egy hatalmas csokorvirágot az Evervine mezőn, és vidd el a rendezvény helyszínére Marley karámiától északra, lovagolj Steve-hez, miután elkészült. Szedjük össze azt az 15 darab virágot. Nem baj, akkor keresünk. Jó, ott van. Látom már a virágokat. Ó, már itt sok van, most már látom. Na már 6 darab megvan. 7. 8. Mit mondjak? Rendben. Cheese. Ja, pickled cheese. Na hát azt megkérdezzétek, hogy ezt meg lehet-e többször is csinálni, hogyha már valaki tavaly megcsinálta. Nem tudom, mert én is most csinálom elsőnek, szóval nem tudom. Most el kell vinni a helyszínre ezeket a virágokat, aztán szerintem vissza kell menni Steve-hez, ha jól emlékszem. Igen. Akkor jó. Annette megerősített ezzel. Igen, leadjuk a virágokat. Virág, 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 virág. Díszíts fel, majd állíts fel a májusfát. Szólj Steve-nek, ha kész vagy. Jó, azon nem újjék.
Ja, és új cuccokat is kaptunk ehhez a májusfa állításához, de amúgy nem baj, hogy nincs május, de májusfát állítunk azért. Nem baj. Májusfát állítunk júniusban. Az ott mit csinál, azt megmondaná nekem valaki? Azért arra kíváncsi vagyok, az ott mit csinál. De biztos megtudjuk, hogyha megépítettük. Aha. Kezd kialakulni ez a májusfa. A májusfa felállítása feltételek teljesítve, szuper. Májusfa felállítása. Az asztalon az ünnepségre. Lovagolj Barneyhoz, aki Steve farmjától keletre található Silónál áll, és kérd meg, hogy rakjon össze néhány hosszú asztalt. Jó. Én addig azon szórakoztattam magamat, hogy májusban, júniusban. Mi van májusban? Hát az, hogy májusfát kell állítani júniusban. Nagyon kemények vagyunk. Szerintem időzavarban van az esősóna, nem baj. Nyár közép lakom, ó, nyami. Érdeklődj a főtanácsosnál, Szilvergrét faluban a nyár közép ünnepére szánt étel felől. Nyár közép italok. Érdeklődj Heroldnál, Szilvergrét faluban a nyár közép ünnepének italai felől. A hét különböző virág. Ja, hét különböző virág. Jó. Szedj hét különböző virágot az Evermind mezőn, menj vissza Steve-hez, ha elkészültél. Nagyon jó. Nyár közép, mágia rakás. Ó, ezt tetszeni fog ez a mágia rakás. Száraz ág. Egy, kettő, 3, 4, 5, 6, 8. De nem, még csak kettőnél járok. Ott van egy, ott egy, meg egy, meg na, még egy. Mágia rakás. Nem vette fel, szeretem. Ó, ott is van egy. Már csak kettő kell. Már csak egy. És megvan. Jöhetnek a itt különböző virág. És ha nem ugyan, és akkor... Jó, akkor egy rózsaszín. Ez milyen színű? Piros. Ó, oh, már itt a kaja. Ó, oh, mágia. De fasza. Nem tudom, most ezt tegyem rá. Vagy ez, de szerintem marad ez. Á, meg akarom gyújtani. Na, gyújts meg a tüzet. Hát nem gyullad meg a tűz. De magadj vissza Steve-hez és szólj neki, hogy nem gyullad meg a tűz. Túl nedves lehet a fa. Igen, lehetséges. Van valakinél gyújtós? Nálam van. Érdeklődj a Silónál tartózkodó Barneytól, hogy tud-e valamit ajánlani, ami segít a tűz meggyújtásában. Öntsd a kerozint a mágiára, szól Steve-nek, ha befejezted, légy nagyon óvatos. Ó, hát nekem ilyet ne adjál a kezembe. Én felgyújtok mindent a kerozinnal. Ó,
kerozin megoldja a problémát. Gyújtsd meg másodszorra. Nyár középi zene. Érdeklődj Londonnál az idei ünnepség zenésze felől. Szia London, nyár közép zene, daloljál nekünk valamit. A lájátszó megmenti az ünnepséget, igen. Ted London magnóját a május fa alá. Mindjárt dalolok én neked. Az jó. Ennek mindig örülni kell. De miért gyufával próbálkozunk? Mikor azzal nem vált be? Hogy? Hát a gyufával nem vált be a dolog, hogy meggyújtsa. Na végre! Na kipróbáljuk, hogy átmegyek rajta. Á, nem lehet átmenni rajta. Á, nem, á, ez így nem jó. Én át akarok rajta sétálni. Meghívó a nyár közép ünnepére. Nagyon jó. Vidd a meghívókkal teli zsákot Silverglade falu postájára. Okés. Ez jó hosszú felé. Ez az. Lovagolj a főtanácsoshoz Silverglade faluba és kérj tőle egy Jorviki zászlót. De nem biztos, hogy van ott. Á, nincs az óratorony. Ja, de van. Szedjük le a klubházról. Szedjük le a klubházról. Leszedtük? Nem. Így nem jó. Húzd fel az zászlót a májusfa tetejére, szólj Steve-nek, ha elkészültél. Hát azt így, na megyünk is, és felállítjuk. De ezek így mit csinálnak? Azért arra annyira kíváncsi lennék, hogy azok mit csinálnak. Szent Ivániyi álom. Nagyon jó. Hát... Ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, lájkold és iratkozz fel, a következő részben találkozunk, sziasztok!